Hétvégén megkezdődött az országos lábtollabda szezon, hol máshol, mint Újszászon. Az első ranglista és egyben VB válogató versenynek adtak otthont a Szolnok megyei településen, és átadták a tavalyi év legjobbjainak járó díjakat is. A tavalyi év legjobbjainak díjazásával kezdődött a szezon első versenye. A 2016-os év eredményei alapján a legjobb férfi játékos immár 10. alkalommal az újszászi Tóth Gábor lett. Nagyon jó érzés volt, de mindig az első legjobb, de így, hogy eljutottam a 10., ez is egy különleges élmény számomra. Hogy sikerült számodra 2016? Elég jól sikerült, hisz 4 versenyszámban is tudtam magamat kvalifikálni a EB-re, ehhez kellettek nagyon jó csapattársak, illetve egy nagyon jó tavaszi szezon kellett ahhoz, hogy egy versenyszámban el tudjuk indulni, és hogy ennyi eredményt el is el tudjak érni. Idén pedig gondolom a világbajnokság a legfőbb célkitűzés, amit Hongkongban rendeznek. Hogy látod az esélyeket? Mi a VB harmadik helyre szoktunk menni, Kína, Vietnámtól nagyon le vagyunk maradva, de a VB harmadik hely az a reális esély, amit el tudunk érni. A hölgyeknél is korábbi díjazott vehette át az évjátékos a címet, a nagykanizsai Kunics Réka érdemelte ki. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, és tényleg ezt a 2016-os évet nagyon sikeresnek mondhatjuk a csapat szempontjából is, és hát azt reméljük, hogy még sok ilyen év lesz. Mi az, ami miatt sikeres volt 2016, milyen eredményekkel büszkélkedhettek? Hát szerencsére sikerült megnyernünk minden csapat, páros, illetve nekem egyéni versenyt is, illetve az Európa-bajnokságokon is sikerült minden számban elhozni az aranyérmet. Ami plusz lehetett benne, hogy ugye itthon lehetett ezt megnyerni, ez milyen érzés volt? Hát szerintem minden sportolónak az a legnagyobb megtiszteltetés, ha a hazájában tud nyerni, és a hazáját képviseleti, és hát nagyon jó érzés volt igazából. A díjátadón értékelték a tavalyi évet, és már az idei terveket is felvázolták a játékosok előtt. Mivel ez a mai verseny és díjátadó egyben egy évzárás és egy évkezdet is, ezért két részre bontjuk a beszélgetést. Először is az évzárásról, milyen évet zárt 2016-ban a Lábtollabda Szövetség. 2016-os évet úgy gondolom, hogy lehetőségeink és anyagiak szerint jól megoldottuk. Minden magyar bajnokságot megrendeztük, megcsináltuk az Európa legnagyobb versenyét, a Hungarian Open, és nem utolsó sorban Magyarország rendezhette meg a 7. lábtollabda Európa bajnokságot. Hát a kassa a végére kiürült, de azon vagyunk, hogy ez föltöltődjön. Állami támogatásra számítunk, pályázati pénzek egy kicsit bizonytalanok, de bízunk benne, és hát várjuk a szponzorokat. Vannak jelentkezők, de konkrétum az még nagyon-nagyon kevés. Így kell nekivágni, tehát 2017-nek, ahol a legfőbb célkitűzés nyilván a világbajnokság a játékosok szempontjából, ami egy újabb nagy falat, már csak a távolság, illetve a földrajzi elhelyezkedés miatt is. Igen, minden válogatott jelöltnek most a Hongkong motoszkála az agyába, ugyanis ebbe az évben július 21-28 között ott találkozik a világkrémje. Nem egyszerű az eset, mert sokan szeretnének kijutni, ezért válogató versenyeket kellett kiírnunk, és minden kategóriában három válogató verseny lesz, ez alapján júniusra eldől, hogy ki utazik. Ha már megyünk, akkor szeretnénk egy kicsit látni is. Úgy gondolom, hogy jó esély van arra, hogy Makaóval még a világbajnokság után egy barátságos meccset vívjunk. Nagyon megérdemelnék a fiatalok, de mint mondtam az előbb, az anyagiakhoz még valószínűleg nekik is be kell szállni, de a sportágunknak az lenne a jó, ha nem csak Magyarországon, Európában is több követője lenne, mert akkor az elismertsége más lenne a nem olimpiai sportágok közötti besorolása, és ez sok esetben többlet támogatással járna, és hát szaporodna a család. Az évadnyitó ranglista és egyben világbajnokságra válogató versenysorozat első fordulója volt a hétvégi, 90 versenyző indult el rajta. Aki válogatott akar lenni, az mind itt van, meg az év eleje mindig úgy kezdődik, hogy most 3 hónap versenyszünet után ilyenkor
nagyon versenyezni akar mindenki. Hát a két legerősebb szakosztály újszász és nagykanizsa. Újszásziaknál a férfiak, nagykanizsaiaknál a nők az erősek, de a háttércsapatok és a második, harmadik csapatok is próbálkoznak ilyenkor. Itt újszászon is jelenleg 4 jó formában lévő csapat van, 2 ebből a feltörekvő ifjúsági csapatokból van, a másik 2 az a idősebb, a 20 éveseknek, a, sőt 30 éveseknek a csapata. A lányoknál várjuk, hogy felnőjön egy új újszászi csapat, aki majd meg tudja állítani a nagykanizsát, majd a verseny végén ez kiderül, hogy sikerül-e. A férfiak csapat versenyében a hazaiak döntőztek, a második számú csapat az első játszmában nehezen adta meg magát, a másodikban már könnyedén nyertek Becskerekiék. Az egyéni címet látványos végjátékban az újszászi Herceg Gábor hódította el. A női csapat elődöntőjében a Farkas Lilla Györfi Barbara, Vakhal Krisztina újszászi trió fordulatos mérkőzésen bravúros játékkal 19-21, 21-14, 22-20-ra verte a nagykanizsaiak egy éve veretlen Európa bajnok gárdáját. A bomba meglepetés után pedig a döntőt is behúzták. Női egyéniben viszont Kunics Réka bizonyította klasszisát, az ő nyakába került az aranyérem.